Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Tóriák csatorna, és végre megérkezett a hangja és a darás, Quantum Mánia első előzetese, így a mai videóban ezzel fogunk foglalkozni. Az előzetes egy jó pofa kezdődik, ami arról szól, hogy Scott életen mennyire megváltozott. Az emberek körében híres lett, gálákon vesz részt hóppal, szóval rendesen feltetére állt a világ az első hangja óta. A montázs végén pókemberre is kapunk utalást, ugyanis az egyik idősebb bolti eladó összekeveri hangját a hálószövővel. Ez is bizonyítja, hogy a Novéhon varázslata csak Pítert felejtette el az emberekkel, pókember a köztulatba maradt. Ezután láthatjuk az egész bandát egy laborban, ahova Casey hívta le őket, immár Catherine Newton megformálásával. Casey egyfajta rádiót készített a kvantumvilágba, ami megbolondul és végül beszippantja őket. És a kvantumvilágba találjuk magunkat, új nevén a kvantumbirodalomban, egy egész civilizációt láthatunk, amiben csak úgy megy az élet. Növények, egy elképesztő város, űrhajók és rengeteg kvantumlakó sétál érdekes ruhákban, köztük Bill Murray karaktere, Kryler. egyébként ebből a képből így utólag a vágásnál észreveszem, hogy picit hasonlít Dormamura. Nyilván nem hiszem, hogy közel lenne itt ez, de egy nagyon picit hasonlít ez a, ez a, ez a háttér Dormamura, Locked aztán Janet és Hope kisebb párbeszédét hallhatjuk, amiben kiderül, hogy Janet titkol valamit, valószínűleg a kvantumvilágban eltöltött időszakából, ez egy érdekes vonal lesz majd a filmben. Láthatunk egy kaput is, a kaput egy titkos írás veszi körül, ez a titkos írás már látható volt a film prototípus logóján, amit végül megválasztottak egy sokkal átláthatóbb, sokkal olvashatóbb logóra, de ez az írás vissza fog térni a filmben. És itt lenne Kang, képregényes formájában. Neki az egyik variánsa már a Loki-ban bemutatkozott, és tudjuk, hogy a multiverzum szága főgonosza lesz majd, szóval kíváncsi vagyok, milyen szerepe lesz ebben a filmben, ennek a variánsának. Ugyanis egy nagyon komoly felvezető film lesz a Keng dinasztiának, de mindjárt visszatérünk engre. Itt H.P. Scott őrizetbe kerül, Őszinte leszek, nem tudom pontosan kik lehetnek ezek, talán a TVA, vagy pedig egy kvantummániai rendőrség, nem tudom, ez lehet akár a TV központja is ez a helyszín, vagy pedig ami még lehet ez egyébként, ez a hadiszállás, esetleg a száncsi gyűrűi, ugyanis, hogyha megnézzük, eléggé hasonlít a design, és magának az eredetét a tíz gyűrűnek nem igazán tudjuk, azt tudjuk, hogy nem multiverzumból, nem az űrből, és nem is a földből származik, szóval esetleg a mikroverzumból származhat. Az előzetes legfontosabb része, a vége, ugyanis Keng és Scott beszélgetését látjuk, legalábbis egy részét. Itt annyi derül ki, hogy Keng tudja, hogy ki is Scott. Ez azért fontos, mert Keng valószínűleg Scott egyik variánsával már találkozott. Főleg a korábban kiszivárgott jelenetben Keng még azt is megkérdezi hangjától, hogy őt megölte el már korábban. Az látszik, hogy Keng eléggé fejlett technológiával rendelkezik, így ez a variáns az az, aki 1964-ben debutált a képregényekben. Kengnek számtalan személyazonossága van, és különböző alternatív idősékon létezik. Keng azzal a utazik vissza a jövőből a jelenünkbe, hogy zűrzavart okozva leigázza a földet, és átírja a saját történelmét. Valószínűleg ezt kérheti scott majd Keng, hogy ebben segítsen, amiben majd nyilván nem mennek bele Scotték. Vagy pedig itt van ez a kocka, amit hát Keng Babrál esetleg még ez ezt kérheti cserébe hogy ebbe segítsen, mert lehet, hogy ez még nincsen kész. Persze, hogy mi fog történni, az csak februárban derül ki. Számítsunk arra, hogy az idő, tér és dimenzió utazások között néha lehet, hogy össze fogunk zavarodni, ugyanis én már a szöveg írása közben is meg kellett, hogy álljak, mert néha át kellett gondolnom azt, hogy most akkor mikor, mi megy hova, Szóval az biztos, hogy csak úgy, mint a Loki, egy fejtörős film lesz a Hangya 3, ami tehát megnyitja 2023-ban a Marvel menetrendjét, és ezen kívül az MCU 5. fázisát. Nagyon várom a filmet, nagyon kíváncsi vagyok. Természetesen a csatornára még jön Hangya 3 videó, fogunk ezzel még foglalkozni. Fogunk november 20-án is a GeekConon, ahol a Pokémon karanténban vetítése után Dáviddal és Korival egyfajta ilyen élő podcastet fogunk tartani, nem csak a Pokémon karanténbarról, sőt, inkább a Marvel jelenéről és jövőjéről. Szóval várunk mindenkit azon a novemberi vasárnapon, és beszélgessünk egy jót élőbe, ugyanis már egy ideje megvan ez a közösség, és meg nem volt ilyen alkalom, szóval mindenkit várunk. Ez egy 300 fős terembe lesz levetítve, meg előadva, szóval jó lenne, hogyha megtöltenénk, és tényleg tudnánk egy jót beszélgetni. Ugye addigra már látni fogjuk a Fekete Párduc 2-t, így arról is lesz szó. Erről a filmről is, Pokémon karanténmarról is, szóval egy jó kis Előadás, egy jó kis beszélgetés lehet ebből, szóval még egyszer mondom, mindenkit várunk szeretettel november 20-án, és találkozunk a következő videóban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!